Olyan fogszabályzót szeretnél, ami nem fáj? Mutatok egyet. Sziasztok! Ez a Napfényes Gyógyközpont YouTube csatornája. Én Horvátné dr. Budai Éva vagyok, és ma a dentozófiáról szeretnék nektek beszélni. Na de mi is ez a dentozófia? Körülbelül a 60-as években francia professzorok fejlesztették ki, azzal egy időben, ahogy a ma ismert fogszabályozási rendszerek is elterjedtek. Magyarországon csak egy-két éve vált igazából ismertebbé, Nyugat-Európában viszont ennek nagyon nagy történelme van. Ez egy olyan módszer, ami hat a fogak elhelyezkedésére, viszont nem egy klasszikus fogszabályozási módszer. Egy kivehető készülékkel történik, meg is mutatom nektek, ami készülhet kaucsukból, szilikonból. Ennek nyilván különböző méretei vannak, különböző formái, ezt mindig egyedileg kell megtalálni, hogy kinek melyik az a forma, illetve méret, amivel el lehet kezdeni a kezelést. Mint látjátok, ez egy kivehető készülék, tehát nagyon sok előnye van ilyen szempontból. Nem kell ragasztott készülékeket viselni, aminek nyilván sokszor a tisztítása is nehézségeket okozhat, illetve nem olyan fájdalmas, mivel hogy ez egy finomabb módszerekkel vagy erőkkel dolgozik a fogak alakulására hatva. Hogyha valaki szeretné a fogait alakítani és eljön hozzánk a rendelőbe, akkor ennek megvan egy menete, hogy hogyan történik egy ilyen kezelés, erről szeretnék egy pár gondolatot megosztani veletek. Nagyon fontos az alap kiindulási helyzetnek a dokumentációja, azért is fontos ez, hogy lássuk, hogy honnan hova érkezünk mondjuk egy kezelési ciklus alatt. Ehhez készítünk fényképeket, gipszmintákat, illetve panorámaröngenre is szükség van, amiatt, hogy lássuk, hogy van esetleg bármilyen olyan megelőző fogászati kezelés, ami szükséges a kezelések elkezdése előtt. Egészen pici gyermekkortól, tehát 2-3 éves kortól is már lehet hordani. Meg is mutatom, hogy vannak ilyen egészen apró aktivátorok, amiket lehet gyermekeknek is viselniük, és igazából bármeddig egész életünk során elkezdhetjük a viseletét. Születéskor még igazából fejletlen az arcüregünk. Ahogy a pici baba lélegzik, úgy alakítja igazából a légző mozgásokkal, meg a levegő áramlásával az arcüregeknek a méretét. Hogyha például szájlégző lesz egy gyermek, akkor nem lesz annyira átillegeztetve ez a terület, tehát csökeményesebben fejlődik az arcüreg is. És mivel az arcüreg alapján vannak a fogcsírák, nem lesz annyi hely számukra, mint ami egyébként természetszerűleg adatik nekik. Tehát nagyobb esélye alakul ki torlódás. Az aktivátor például ezt a funkciót is segíti helyreállítani, tehát ezért is nagyon jó ennek az alkalmazása. A második funkció a rágás. Ha belegondoltok abba, hogy például ráharaptok a nyelvetekre véletlenül, hogy ez mennyire tud fájni, akkor az ember szembesülhet azzal, hogy mekkora erők hatnak igazából a rágás során. És nagyon nem mindegy, hogy kiegyensúlyozottan rágunk, vagy pedig eltolódik mondjuk egyik vagy másik oldalra ez a funkció. Nyilván ezt nehezíti az is, hogyha valakinek fájó fogai vannak, foghiánya van, vagy akár az is, hogyha annyira szabálytalanul érintkeznek a fogak, hogy nem is tud teljesen jól összeharapni egyik vagy másik oldalon. A harmadik funkció pedig a nyelés. Nem is gondolnánk azt, hogy mennyire fontos szerepe van a helyes nyelésnek a helyes fogazat kialakulásában. Hogyha nem megfelelő módon működik a nyelvünk, az is okozhat fogazati rendellenességeket. De hogy is működik az aktivátor? Amikor hordjuk, akkor van benne egy felső fogívnek kialakított ilyen vájulat, illetve az alsó fogak számára az alján. Tehát amikor beveszük a szánkba, akkor körülbelül a fogaink így vannak benne. És az a lényege, hogy a viselésével gyakorlatilag egy olyan izomfunkciós állapot jön létre, ami nagyon erősen hat a csontokra. Az izmok, ahogy fejlődnek, meg kiegyensúlyozódnak, úgy a csontok is elkezdenek olyan pozícióban mozdulni, ami az egészséges, és így a fogaknak is egyre több helyük lesz, tehát így fognak a fogak igazából szabályozódni. Milyen esetekben alkalmazható a dentozófia? Igazából bármilyen fogazati eltérés esetén, hogyha harapási rendellenessége van valakinek, nyitott harapása, fordított harapása, vagy akár torlódott fogai vannak, illetve akkor is használható, hogyha valakinek szájlégző a gyermeke, vagy akár önmaga szájlégző, vagy nyelvlökéses nyeléssel küzdenek, vagy éjszakai horkolással vannak problémák, vagy csikorgatással, például a csikorgatás esetében is nagyon jól működik.
És nagyon sok olyan pozitív mellékhatáshoz számolnak be páciensek, amikre nem is gondolnánk. Például van, akinek a rémálmai megszűnnek, jobban tudnak koncentrálni a munkahelyükön, gyakorlatilag jobb lesz a stressztűrő képességük. Mindez amiatt is, hogyha helyesen lélegzünk, akkor gyakorlatilag még a sport teljesítményeink is növekedhetnek pont azáltal, hogy jobb lesz a tüdőknek az átszellőzése. Az immunrendszerünkre pedig olyan módon hat pozitívan, hogy a szájlégzés megszűnésével gyakorlatilag sokkal kisebb eséllyel leszünk fogékonyak a felső légúti betegségekre. Ez főleg kisgyerekkorban nagyon jellemző, de felnőttként is egy nagyon fontos szempont. Hogyan kell hordani az aktivátort? Éjszaka kell benne aludni, nappal egy másfél órát hordani, amikor nem beszélünk, illetve vannak vele speciális gyakorlatok, amit a konzultáció mondok el azoknak, akik szeretnék ezt a módszert kipróbálni. Zárásként egy konkrét példát szeretnék nektek megmutatni. Az egyik kedves páciensem fogazatát, aki egy fiatal kislány, és 3 hónap alatt érte el ezt a változást. Még folyamatban van az egész dolog, tehát ez még nem egy végleges állapot, csak azt szerettem volna szemléltetni, hogy mennyire rövid idő alatt hova lehet jutni, akár rendszeres aktivátorviselés esetén. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és hogyha bővebben érdekel benneteket a dentozófia, akkor várlak benneteket szeretettel a Napfényes Gyógyközpontban. Sziasztok! Ha tetszett a videónk, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, illetve kövessetek minket a Facebook, Insta és TikTok oldalakon is.